Sziasztok! Berki Mazsi vagyok, és elhoztalak benneteket magammal Erdős Kata stúdiójába. Aki ismer, az tudja, hogy a természetesség híve vagyok, nem szeretek sminkelni se, ezt a sminket is Kata készítette, amit sajnos most le kell mosnunk, mert eljöttem megcsináltatni a szemöldökömet hozzá. Lett a szemöldököm, nektek hogy tetszik? Én is megnézem, amint Kata ad nekem egy tükröt. Szupi, te szüzike, még azt leszedjük. Nagyon szép lett, köszönöm szépen. Azért így jobb, nem? Mintha leborotváltuk volna itt az egyik felét. Mindenféleképpen sokkal jobb. És Kata, nekem annak idején, amikor én először voltam kozmetikus náluk, ugye ha nem mondom, hogy divat volt, mert nem volt divat, de ilyen nagyon vékonyra kiszedték a szemöldökömet. És utána nagyon sokáig kellett küzdenem azzal, hogy végre kinőjön, és ilyen kis borzas szemöldököm volt. És szerintem volt egy év, mire visszanyertem azt a formáját, amit akkor elveszítettem, hogy ez ma is előfordul még? Tehát ma is vannak, akik úgy jönnek ide, hogy túl van szedve a szemöldökük? Hatalmas nagy szerencséd volt, hogy egyáltalában visszanő. És ő nekik mit javasolsz? Vagy mondjuk mit javasolsz azoknak, akik még nem szedték ki soha a szemöldöküket, hogy... Nagyon sokan, bocsánat, el vannak keseredve, hogy ugye így néz ki a szemöldökök, és jönnek hozzám, hogy tetováljunk, de én nem szeretnék elsősorban tetoválni, tudom, hogy magam ellen beszélek, de sokkal én is a természetesség híve vagyok, és sokkal szebb ez, és sokkal jobb ez, hogyha természetes, és próbálok nekik segíteni, hogy növesszük vissza, illetve honnan hiányzik, tehát berajzoljuk a helyes formát. Ebben a szakmában, mert ha nevezhetjük ezt a szemöldök szedés, szemöldök formázás és szakmának, ez teljesen külön áll a kozmetikától, vagy itt ezt külön meg lehet tanulni, tehát itt valaki csak arra szakképesíti magát, hogy szemöldököket csináljon, és szemöldököket szed, fest és formáz? Nekem van egy ilyen oklevelem, ami szemöldök stylingról szól, tehát én ezt tanultam a sminkiskolában is, illetve elmentem külön erre a hennás képzésre. A kozmetikusoknak nem tudom, hogy tanítják manapság, hogy mennyire érintőlegesen ezt a szemöldök formázást. Nyilván vannak a szakmában, a kozmetikus szakmában olyanok is, akik meg tudják csinálni úgy, ahogy ezt meg kell, és vannak olyanok, akik sajnos erre alkalmatlanak. Szemöldök styling, kérem szépen, ezen voltam ma, és nagyon szép lett a szemöldököm szerintem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, hogy megnéztetek a videónkat, és amennyiben valamilyen érdekes történetetek nektek is van, azt osszátok meg velem. Szívesen várom a képeket is, és ha ilyen szép szemöldök stylingot szeretnétek, keressétek Katát. Sziasztok! Sziasztok!